A regői Strubka magyar birtokon feltárt Krisztus előtt 7. század utolsó harmadában keletkező leletanyagban a kerámia töredékeken több esetben is bekarcolt jeleket figyelhettek meg a kutatók, melyeket a párhuzamok alapján grafémáknak, a Kárpát-medence korai írás emlékének lehetett meghatározni. Ez egy nagyon érdekes probléma, hogy a Kárpát-medencében mikor jelenik meg az írás. Van, akik szerint már 5000 évvel időszámításunk előtt itt komoly írás volt, ez a Danubian script, amely a kőkorban alakult volna itt ki, és hát a sumereket is ide kötik, ez alapján ide, innen eredeztetik. Mindenre bizonyítékként a híres tartáriai táblákat, tatárlaki táblákat hoz le. És ezért is volt izgalmas a regői leletek anyaga, hogy valójában akkor ezek egy ilyen korai írásnak az emlékei, vagy valami más. Ennek kapcsán át kellett tekinteni a Kárpát-medence korai írás történetét. Tavaly volt egy nagyon érdekes konferencia, a Tudományos Akadémián tartották, ahol a rovásírás történetéhez kapcsolódóan mi is megszámoltunk a regői eredményekről, és áttekintettük ezt az időszakot. És lehetett látni, hogy itt a rádiókarbonos hatálások miatt nagyon sok mindent újra kell gondolni, amit 5000 évesnek gondoltak anyagot, azok nem 5000 évesek valójában időszámításunk előtti 5000, hanem inkább harmadik évezred, tehát inkább részkoriak, és akkor ez sok mindent megmagyaráz, hogy a tatárlaki táblák valójában késő részkorhoz köthetők, nem a neolitikumhoz, más kapcsolatrendszerbe kerülnek. Később a bronzkorban, ugyanígy a mézbetétes edényeknél látjuk, hogy nagyon komoly szimbolikája van a díszítéseknek, nagyon komoly jelentéstartalma van, de ez még mindig nem írás, hiszen az adott jelekhez nem tartozik egy meghatározott hangsor. Ez lesz az, ami a későbbiekben is eldönti, hogy írásról vagy díszítésről beszélünk, vagy egyfajta jelrendszerről csak. Éppen erről szólnak ezek a tárgyak, amelyeket most mutatunk be a hónap műtárgya sorozat keretében, amelyek azt jelzik, hogy milyen hihetetlenül nagy mennyiségű információ van akár egy-egy kis tárgy mögött is. Regőnynek az az óriási jelentősége, hogy 2011-12-ben itt előkerült egy olyan halom, amely alatt egy hatalmas 14x14 méteres belső térben faragott fagerendákból emelt épület volt. Ez az épület tel is tele volt egészen apróra tört leletanyaggal, lehetett látni, hogy ez különböző szertartásokhoz tartozik, és a halom szerkezete, a benne talált leletanyag igen nagy próba elé állította a kutatókat, ugyanis fogalmunk nem volt róla, hogy mi ez. Azt láttuk, hogy ez kitakori, de egyaránt kapcsolatot mutatott Itália etruszk anyaga felé, Nyugat-Európa hallstatti kultúrája felé, és a keleti szkita sztyeppei kultúrák felé. És volt benne egy olyan szál is, amit érzékeltünk ugyan, de akkor még nem tudtuk ennek a jelentőségét, amely Kis-Ázsia felé mutatott. Tehát jól látható, hogy ez egy olyan csomópont, amelyben sűrűsödve gyakorlatilag megtaláltuk Európa őskori történetének itt az időszámításunk előtti 7. századra vonatkozó, azt mondom, hogy szinte egyik legteljesebb feljegyzését. A regőihez korban is hasonló leleteket évtizedekkel korábban Fekete Mária már Velem-Szentvidéken is megfigyelt. A velemi leletek jelenei között Hosszú Gábor 6 graféma alakot azonosított, melyeknek sajátos hangértékük ismeretlen.
Viszont ezek az adott korban véleménye szerint Kis-Ázsiában és Itáliában is többé-kevésbé ismertek voltak. Éppen a törökországi, iráni, kaukázusi utaknak köszönhetően találtam meg azokat a párhuzamokat, amelyek valóban megmagyarázták a regői leletnek az életét, és amelyek magyarázatot adtak arra, amit korábban nem is gondoltunk volna, hogy a népvándorlások, szokások, s Fekete-tenger fölötti, annak az északi partján húzódó útvonal helyett egy olyan útvonalon érkezett hozzánk egy sztyeppei, Közép-Ázsiából induló népesség, amely átkelt a Kaukázuson, lement Kis-Ázsiába, és hozzánk közvetlenül Kis-Ázsiából érkezett Regölybe. Ez egy teljesen új dolog volt a kutatás számára, és hát ennek a dolgait kutatjuk most már lassan 10 éve, és még igen sok feladatunk van. Ezeknek a jeleknek a különböző írásokban, akár az itáliai írásokban, az etruszkban is például, vagy a kis-ázsiai írásokban megvannak a párhuzamaik, ahol tudjuk azt is, hogy milyen hangértékek tartoznak hozzá. És ez alapján merjük azt mondani, hogy a regői edényekre karcolt jelek tulajdonképpen írásnak, egy korai rovás írásnak lehetnek az elemei, grafémák, amelyhez szerencsés esetben még a hozzátartozó hangértéket is megtudhatjuk. Ehhez természetesen hosszabb feliratokra lenne szükségünk, de reméljük azt, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, hogy előkerülnek ilyenek, hiszen ez az az időszak, amikortól úgy tűnik, hogy reálisan számolhatunk akár korai, hosszabb írásemlékekkel is.